Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 29-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, tervei, mi foglalkoztatja őt. Ez a felső kártya megadja rá a választ. Ő szeretne egy irányba mozogni, hogy pörögjenek az események, hogy történjen valami, amit ő elérni szeretne. Ő most irányt változtat, de bizonytalan, hogy melyik irány kedvező számára. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzései, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ez a róka hamis, és itt ellop valamit. Pontosan ez az érzése, hogy őt kifosztják, ellopnak tőle valamit. Ez jelenteti az anyagiakat, hogy itt ő most a pénzt elveszíti, vagy ellopják tőle. Előfordulhat az is, hogy mást lopnak el tőle, az ő idejét, vagy az energiáját. Valaki kihasználja őt, és ezt olyan hamis módon. A háttérben vannak ezek a hamisságok, hazugságok, amit ő most átlát. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek. Ezt mutatja itt ez a kártya, ez az igazságot és az igazságtalanságokat szimbolizálja, és az, ami nála így most történik, arról ő beszámol. Nem csak erről mond valamit, hanem ez a kép mutatja az újdonságokat, mint egy új születés, a változásokat, és pontosan erre utal a napi kártya is, mert ez a változásokat szimbolizálja. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!